A 8. században íródott tibeti halottas könyv hű leírása mindannak, amit minden személy megtapasztal a halál után. A tibetiek ezt bardónak nevezik. Amikor meghalnak, valahol máshol születnek majd újjá. A születések közötti időszakot mi köztes létnek hívjuk. Tibeti nyelven ez a bardó. A tibeti buddhizmus igen nagy hangsúlyt fektet a halál témájára, mivel bár természetesen ezt az életet is fontosnak tartjuk, mégis kevésbé fontosnak, mint a következő életet. Úgy tűnik, a tibeti halottas könyv leírásai megegyeznek a klinikai halálállapotából visszatért emberek mai beszámolóival. A hasonlóság szerintem döbbenetes. Szinte mindenki erről a vakító fényről beszél. Gyakran a fehér fénynek nevezik. A tibeti halottas könyvben a fehér fényről beszélnek. Ez rendkívül tiszta, nagyon csábító. A könyv precíz pontossággal írja le ezt a fényt. Ó, nemesen született, az, ami halálnak neveztetik. Most ím eljött. Most megtapasztalod az igaz valóság tiszta fényének ragyogását. Ez nagyon vonzó. És ami annyira lenyűgöző a halál közeli történetekben, hogy mindenki a fény felé akar menni. És amikor az orvosok a műtőasztalon visszahozzák őket a halál közeli állapotból, vonakodva térnek vissza.